Azt a mindenit! Sziasztok, én Mester László Dávid vagyok, ez pedig az Apavlog csatornám, és ma egy bérelhető elektromos roller teszt következik, pontosabban összehasonlító teszt. Ugyanis, hát mi annak idején kipróbáltuk már a Lime-ot, ő itt a Lime mögöttem. Szia! Hello, Dani! De most megérkezett a konkurencia, amit úgy hívnak, hogy Breezy, illetve a teljes neve az Breezy, Be Easy, valami ilyesmi, mindegy, a B az meg két elvel van írva. A lényeg, hogy most már ketten vannak itt Budapesten, elektromos roller bérlési szolgáltatók, úgyhogy most össze fogjuk őket hasonlítani. Erről a Breezyről olyan nagyon nem olvastam a sajtóba, de egy-két hónapja megjelentek itt az utcákban ezek a fekete rollerek, és ugye a név is erre utal, a B, ugye a méhecske és ilyen fekete-sárga a dizájn emiatt. Egyébként nagyon jól néznek ki. És ezért... ez a roller pont az én. Pont a te méreted, és rögtön adódik az összehasonlítás emiatt. Nagy vonalakban a két szolgáltatás ugyanúgy működik, tehát applikációt kell letölteni, ott megadja az ember a bankkártya adatait, és kész, onnantól ez a bérelhet rollert. Amiben különböznek, az például az, hogy a Breezy-t egyelőre egy nagyon szűk területen lehet csak használni, és semmi meglepő nincs, mert minden ilyen sharing szolgáltató úgy indul, hogy egy kis területen viszonylag kevés járművel, és ahogy bejön a biznisz, úgy növekednek fokozatosan gyakorlatilag mind a terület, mind a járművek száma. Ja igen, és hát most ugye az van, hogy időközben az 5. kerületben ezeket kitiltották, tehát emiatt ez rendesen tovább van szűkítve ez a terület, ahol most Breezy-t lehet találni. A másik különbség az az árban van, alapvetően a perzi az ugyanaz, 50 forint, de a rollereknél van egy egyszeri bérlési díj. Érdekes módon a többi sharing szolgáltatónál nincs, akár autót bérlünk, akár robogót, de a rollereknél van, a Lime-nál ez 250 forint, és ugye bejön egy új szereplő a piacra, akkor általában aláígér a már ott lévő konkurenciának. Hát nem ez történt, hanem az ellenkezője. A Breezy egy picit drágább, ők 300 forintot számolnak fel a bérlésért, és onnantól ketyeg a perc díj. Ezen kívül a rollerek működésében van némi különbség. A Lime-nál egy darab fék van, amit kézzel kell működtetni, és a hátsó kereket fékezi, ez ugye a jobbik eset, mert így nem lehet vele orra esni. A Breezy-nél két fék van. Az egyik ugye a szokásos, ami gyakorlatilag minden rollernél működik, hogy a hátsó sárhányóra rálép az ember, és az fékez. Illetve van egy kézi fék, ami az első féket működteti. Hát a leírásban is azt írják, hogy az a vigyázzunk, mert hát úgy viszont tényleg orra lehet esni. A másik, hogy a Breezy-nél van egy fokozatkapcsoló, ami az elektromos járműveknél gyakori, tehát 3 fokozatban állíthatjuk, hogy mennyire gyorsuljon a roller. Maguk a rollerek elég hasonlók, de van egy ilyen méretkülönbség, tehát hogy a Breezy egy hangyányit kisebb, vagy legalábbis alacsonyabb a kormánya, így gyerek könnyebben használhatja, bár egyébként gyerek ezeket nem használhatja, 18 év a korhatár. Kijöttünk egy parkba, ahol nem zavarunk autósokat sem, meg gyalogosokat sem, meg ők sem zavarnak minket, és itt teszünk vele pár kört, vagy velük pár kört, és aztán megnézzük, hogy mit gondolunk róluk. Én ezzel stipistó. Csináljunk gyorsulási versenyt. Igazi versenyt csináljunk, ez az. Egy körverseny, oké? Okay? Most megyünk egy igazi körversenyt. Ho! Jó, oké, nyertél. Most csere. Ez ilyen nem az, hogy sokkal erősebb, sokkal jobban gyorsul. Sokkal na, szóval mondjunk valami konklúziót így a végén. Dani, mit gondolsz? Nem olyan jó a Lime? Nem. Dani szerint nem olyan jó a Lime, igen? Sokkal jobb. De miért jobb? Mert alacsonyabban van a kormány, és azért kényelmesebb. Kényelmesebb, meg gyorsabban igen. Gyorsul. Ugye? Jó, tehát hogy ez tény, hogy én is úgy éreztem, hogy a Breezy jobban gyorsul. Ugye a körversenyeket Dani nyerte, de hát ugye jóval könnyebb nálam. De a Breezy-nél ugye nem volt ilyen egyértelmű, ott volt, amikor én értem be előbb. Bár a végsebesség mind a kettő olyan 25 körül volt, mind a kettőnél, de érzésre a Breezy jobban gyorsult. Arra nem találtam adatot, hogy hány wattos motor van benne. Ugye a Lime-ba se tudom, 300 vagy 350?
Azt gondoltam, hogy mivel új a szolgáltató, meg újak a rollerek, nagyon szépek lesznek a lekopott lime-okhoz képest, de az a helyzet, hogy nem. Iszonyatosan le vannak ütve, tehát már szegények egyáltalán néznek ki jól, nem egészen értem, hogy miért, egy-két hónap alatt ennyire elhasználódtak. Szóval, hogy a városban egyre több elektromos jármű van, egyre több bérelhető elektromos jármű van, és ez nagyon rendben is van. Tehát, hogyha ezek egy idő után elérik azt, amire eredetileg kitalálták őket, hogy ettől kevesebb autó jár a városban, kevesebb benzines autó, akkor ez mindenkinek jó lesz. Na már körülbelül ennyit, mondjátok el a véleményeteket kommentben. A jövő héten találkozunk, iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok!